Sziasztok, Sestilinszki vagyok a hajónapló legújabb epizódjával. Ez a hét visszafogottabban indult, mint az előző, hétfőn megérkezett a szokásos 10 week in Star Citizen, valamint a fejlesztők a PTO-n lévő 3.24.1-es verziót javítgatták. Kedd megint a történetíróké volt, meg is jelent egy új Witless Guide, amiben az Esperia Prowler történetét mutatták be. Ez egy hosszabb terjedelmi íromány, ezért nem fogom a hajónaplóban elmondani, azonban írásos formában kikerül az oldalra. Szerdán az eresi oldalra is feltöltötték cikk formájában a Squadron 42 riportot, azonban mivel ezt már az e-mailben előző héten kiküldték, legalábbis én megkaptam, így már beszámoltunk róla múlt héten, ezért ha valaki kíváncsi rá, akkor az előző epizódban megtalálja az összefoglalót. A csütörtöki nap a kedvencem, és nem csak azért, mert aznap születtem, hanem azért is, mert ilyenkor érkezik az Inside Star Citizen, ezen a héten pedig kifejezetten izgalmas részt kaptunk, amiben a Zeusról, valamint a hajókijelzőkről, vagyis az MFD-kről hallottunk. A Zeus MK2-nél az építés alatt is sikerült hűnek maradni az elődjéhez, a Zeus MK1-hez, de mindezt úgy értékel, hogy megjelenítették rajta az eresi stílusjegyeit, valamint modernizálták is azt. A hajó három személyes, de egyedül is el lehet vezetni. A mostani műsorban a három verzió közül az ES, vagyis a felfedező, és a CL, vagyis a szállító variáns mutatták be, amelyek a 3.24.2-es frissítésben jönnek, viszont az MR, a fejvadász változat csak később érkezik. Az ES raktere visszafogott méretű, azonban cserébe nagyobb üzemanyagtankkal, fejlesztett radarral és kényelmes lakrésszel rendelkezik. Ezzel szemben a CL a raktér maximalizálására koncentrál, ennek köszönhetően 128 SCU fér el benne, szemben az ES-32 SCU-nyi helyével. Mindezt az élettér rovására teszi. A hajó alját az építés során áttervezték, eredetileg egy sima felületet akartak, de az nem működött jól, így végül osztott lemezekkel oldották meg. A pilóta mindegyik változatnál dupla S4-es fegyvereket kezel, a két oldalsó ülésből pedig a távirányítású tornyokat lehet működtetni. A CL-en emellett egy beépített vonósugár is lesz, és megerősítették a lebegés segítő fúvókarendszert is, hogy az megküzdjön a nagyobb rakomány jelentette többletsúllyal. A hajó rakterében kék csíkokkal van megjelölve a cargo grid, hogy segítsék a játékosokat a rakodásban. A Zeus fejlesztése egy évbe telt, és ez az első teljes hajó, amit a montreáli hajóépítő csapat készített. De a Zeusoknál is hosszabb ideje várjuk az MFD-k átdolgozását, és mivel a Squadron 42-höz már amúgy is elkészültek ezek, most átültetik őket a Star Citizenbe. Jelenleg ötféle stílus van készen, az Aegis, ami egy letisztult katonai jellegű kijelző, az Anvil, ami a zöld színével szintén a katonai vonalat célozza meg, és egy F-16-os pilóta fülkéjét akarja megidézni, a Drake a maga retro stílusával, az Argo az industriális megjelenésével, valamint a többi hajó számára egy általános megjelenés, ami csak átmeneti, mivel minden gyártó fog kapni saját stílust. A képernyők megtartják a több funkciójukat, a saját állapot képernyő a repülési módtól függ, mutathatja a maradék lőszert, a rakéták számát vagy navigációs módban az üzemanyagot. Végre a tornyoknak is lesz saját képernyője. A célpont állapotmód a célpontunkat és annak páradatát, például sebességét vagy a frakcióját mutatja. A fegyverkonfigurálás képernyőn a fegyvereinket különböző csoportba rendezhetjük, négy ilyen csoport áll rendelkezésre, és ezeket különböző módokon állíthatjuk be a tetszésünk szerint. A pajzsképernyő a korábbihoz hasonló lesz, itt beállíthatjuk a pajzs különböző irányainak erősségét. A szkennelés és a kommunikáció is a képernyőre költözik a HUD-ról. Az engineering és erőforrás menedzselés egy egyszerűsített verziója lesz az engineering állomás kijelzőinek, állíthatjuk majd a különböző alkatrészeket, valamint azt, hogy mekkora energiát kapjanak. A diagnosztikai képernyőn a hajó sérüléseit és esetleges problémákat látjuk. Végül a konfigurációs képernyőn személyre szabhatjuk a HUD-unkat, vagy akár teljesen ki is kapcsolhatjuk azt, hogy gyönyörködjünk a kilátásban. De csütörtökön más is történt, felbukkant egy poszt, ami szerint megjelent a szervereken a karakterek dinamikus vérzése és izzadása. Nekem még a 3.24.1 PTO-n sikerült reprodukálnom, ahol nagyon kezdetleges verziónak tűnt, az élethűségtől nagyon távol állt. Aggodalomra azonban nincs ok, a CIG eddig is rendbeszedte a korai verziójú funkciókat. Egy másik Spectrum fejlesztői poszt arról számolt be, hogy számos hajóalkatrészei méretosztályváltozást hajtanak végre, ami az engineering és az erőforrás hálózat bevezetése miatt vált időszerűvé. Ahogy minden, még ezek az adatok is változhatnak, nem biztos, hogy véglegesek maradnak. Mivel ez rengeteg száraz adat lenne, ezért szóban nem mondom el, de a StarCitizen.hu-ra kikerült egy cikk, amiben a változásokat leírtuk. A linket szokás szerint megtaláljátok a videó leírásában.
Végül a csütörtököt egy RMQ server meshing teszt zárta, ahova minden támogató mehetett. A teszt egy szerverrel és 100 fővel indult, majd ezt követte egy 3 szerveres 500 fős, végül egy 6 szerveres 1000 fős felállás, amit mindegy Stanton shardot szolgáltak ki. A teszt a legújabb 3.24-es fejlesztési ágon futott Active Replication Message Queue és statikus server meshing mellett, és sajnos Pyro nem volt elérhető. A sok száz fős résznél nagyon megnőtt a szerverek válaszideje, de a fejlesztők folyamatosan nyerték ki az adatokat, így sok információt szereztek arról, hogy hol kell még csiszolni a dolgokon, és melyek azok a pontok, ahol torlódások alakulnak ki. A teszt alatt számos dolog nem működött, ezt már előre jelezték, így például a Global Chat vagy a küldetések sem voltak elérhetőek, de hosszabb töltési idők is előfordultak. A tesztet eredetileg 24 órásra tervezték, azonban végül korábban vége lett, így volt, aki teljesen kimaradt belőle a munkája miatt. Ha részt vettél a teszten és tapasztaltál hibát, azt az Issue Council-on tudod jelenteni. A péntek ismét sűrűre sikerült, kezdjük először a Star Citizen Live-val, amiben számos, a hangárral kapcsolatos kérdésekre kaptunk választ, de az első és legfontosabb kérdés egy kicsit kilóg ebből a sorból, ez pedig az volt, hogy mi történt Jared szakállával. A válasz pedig mindenki örömére az, hogy a fejét beszkennelték, hogy bekerülhessen a játékba. A további kérdések már a témához kapcsolódtak, például a 3.24-es frissítés késésével kapcsolatban elmondták, hogy a szokásos fejlesztési fázis, ami az evokati teszteléstől a PTU tesztelésen keresztül a live-ig tart, sok hibát tárt föl, főként a légirányításnál, és mivel ez egy régi rendszer, is sok idő volt javítani. Az itembankok jelenleg úgy működnek, ahogy azt eredetileg elképzelték, azonban a játékosok visszajelzései alapján javítani fognak azon, és újabb funkciókat adhatnak hozzá. A hangárok hajó liftjei körüli teret nem akarják kiszélesíteni, azonban jó hír, hogy terben van további szobák, például garázsok hozzáadása, ráadásul ezeket és a többi még egyelőre tervezett helyiségeket modulárisan rendezhetnénk el, tehát ha a teherlift elhelyezkedése nekünk most nem szimpatikus, azt a későbbiekben át tudnánk helyezni a számunkra megfelelő helyre. Emellett a járművek lehívására is jobb megoldás lehet a teherlift a későbbiekben, ami még továbbra is szerepel a megoldandó feladatok között. Az állomásokon található rakodó fedélzetek hasznosítását is tervezik, de egyelőre ez még a távolabbi jövő, így nincs megosztható információjuk róla. A vonósugarak változásáról, hogy úgy működjenek, mint az Atlaszon már beszéltek, de egyelőre nincsen döntés, hogy a régi sugarak működése is megváltozzon-e. Egyelőre ez egyedi marad az Atlasz számára. A CitizenCon Goodies Packben lévő ágy a kezdetekben nem lesz alkalmas arra, hogy a hangárban logoljunk ki, azonban a teljes ágykilogolás funkcióval további munkákat kell végezniük. A hangár dekorációk ficergése, a fizikai engine és a szerver teljesítmény következménye, és várhatóan a szerver meshing bekerülésével egyre kevesebb probléma lesz vele. Azt is tervezik, hogy a rakomány összevonást visszahozzák, ez azt jelenti, amikor egy 8 SCU-s ládába bepakolunk 8 darab 1 SCU-s ládát, de időpontot még nem tudtak mondani ehhez. További dolgokat is terveznek a jövőre nézve, például, hogy lehívhassuk a saját hajónkat egy barátunk hangárjában, hogy egyszerre több hajót is lehívassunk a hangárban, azt, hogy elnevezzük a tárolóládáinkat, valamint a hullszíria kézi pakolását is. De a nagy targoncák sem kerültek ki a képből, azonban egyelőre ezeket sem kedveli a fizikai engine, így a 3.24 utánra csúsztatták őket. A Star Citizen Live-val nem ért véget a péntek, hiszen 23 óra 30-kor megérkezett a 3.24.1-es frissítés, benne a PTU-n már látott Argo Atlasszal, amiről múlt héten már beszámoltunk. Mostanra viszont az is kiderült, hogy az oldalon lehet megvenni, Magyarországról pedig az ára 45-50 dollár, ami kb. A duplája annak, amire én számítottam. A rakodó linkjét a videó leírásába beemeltük. Az Atlasz mellé várhatóan megérkeznek a Blockade Runner események is, de egyéb bugjavításokat is végeztek a hajó és teherliftekkel, a rakománykezeléssel és a tárhelyekkel, emellett a Cutlass Black megkapta a régóta levegőben lógó vonósugarát. Végül a szerverek mindegyikén a Replication Message Queue elnevezésű hálózati kód fut, ami korábban csak a szerverek felén futott. Ez a tervek szerint és az eddigi tesztek alapján jobb játékélményt nyújt majd, de ha valamilyen hiba ütné fel a fejét, akkor lesz lehetőség arra, hogy visszatérjenek a korábbi hálózati kódra, azonban reméljük, hogy erre nem lesz szükség. Végül kikerült az Argo Atlaszhoz tartozó kérdések és válaszok cikk is az oldalra. A rakodó nem nyújt semmilyen védelmet a természet hatásaival szemben, azonban jelenleg bármilyen páncélban használható lesz. De a hosszú távú terv az, hogy a páncélméret korlátozva lesz akárcsak a többi jármű és hajó esetében. A fizikai behatásokkal szemben az Atlasz egyelőre még sebezhetetlen, így ha rálőnek, az sem fáj neki, azonban ha a lövedék a játékos találja el a vázon belül, akkor ő ugyanúgy sérülni fog.
a sebezhetetlensége is el fog múlni a jövőben, sérülhet és akár meg is semmisülhet. Tárolóhely nem lesz rajta, és az első kiadásnál még fényforrás sem kap, így a sisakunk lámpáját kell használnunk, ha nem akarunk sötétben pakolni. Egyelőre csak a festés cserélhető az Atlason, de a későbbiekben szeretnék, ha rá is vonatkozna az erőforrás menedzselés, és például az akkumulátorát kézzel kellene cserélnünk. Egyelőre azonban még nem használ sem üzemanyagot, sem akkumulátort. A váz viszonylag lassú, és az alapsebessége nagyjából egy játékos gyors sétálásával egyenlő, sprintelésnél pedig a lassú futást közelíti meg. Az Atlas a rakodásra született, nem a harcra vagy a természet felfedezésére. A rakodó nem tud ugrani, ez akár még változhat is a jövőben, de a későbbi, harcra tervezett vázak biztosan képesek lesznek erre. Zéró gravitációban használhatatlan, mivel nincs EVA funkciója, és ilyenkor nem is lehet majd beszállni. A vonósugár eltérő működéséről már volt szó, de arról még nem beszéltünk, hogy jobb egérgombbal el is lehet hajítani a megragadott tárgyat, ezt fel is lehet tölteni a gomb lenyomva tartásával, hogy nagyobb távra hajítsuk. Ha hajót vagy járművet célzunk a sugárral, akkor a korábbi eszközöknél megszokott vonósugármód kapcsol be, hogy legyen lehetőségünk talpra állítani a felborult eszközöket. Ebből adódik, hogy ameddig a rakománynál nem adódik össze több atlasz ereje, addig a hajóknál és járműveknél igen, így nehezebb járműveket is meg tudunk majd mozgatni. Az Atlasnak nem lesz meg a sebessége ahhoz, hogy másokat eltiporjon, azonban ha valamilyen úton módon valakinek a fejére pottyan, akkor az normál gravitációban a fogadófél számára halálos lesz. A működtetés közben nem lesz lehetőség fegyvert használni, még pisztolyt sem, két funkció lesz elérhető, a mobiglász és a sisakrossé letörlése. A rakodó járműnek számít, és így az ASOP terminálnál kérhető le, és claimelni is ugyanúgy lehet. A liftekben nem fér be, így nem lehet vele elszabadulni és feldúlva beavatkozni a leszállóhelyek mindennapi életébe. Legalábbis a tervek szerint így van, de a természetes élőhelyének is a hangárok és a teherliftek számítanak. Egyelőre még csak az általunk használt hangárban hívhatjuk le a vázat, de a hajóba be lehet vele szállni, ha befér oda, és tudjuk magunkkal szállítani. A kézi vonósugárral is meg lehet emelni. A vonósugarak tekintetében változások várhatóak, amelyek már elkezdődtek, és a jövőben további korlátozásokra is lehet számítani. Jelenleg a kisméretű multitúlos verzió már csak a 16 SCU-s ládát tudja megemelni, de ez a jövőben le fog csökkenni 8 SCU-ra. Kettő sugár összedolgozásával lesz lehetőség megemelni a 16 SCU-t. A nagyobb Maxlift vonósugár jelenleg még meg tudja emelni a 32 SCU-s ládát, de később a nevével ellentétben már nem lesz erre elég, a 16 SCU lesz számára a maximum, a 32-t pedig csak két sugár lesz képes mozgatni. Így a jövőben az Atlas marad az egyedüli, ami önmagában is képes lesz megemelni a 32 SCU-s ládákat, és erre természetesen a mostani frissítésben is alkalmas. Tervben szerepel az, hogy a hajókra vásárolni lehessen olyan vonósugarat, ami az új módszer szerint működik, és így a játékosok eldönthetik majd, hogy melyik módot preferálják. Végül egy szolgálati közlemény következik, elindultunk a non-profittá válás útján, beüzemeltük a Patreon oldalunkat, amit a patreon.com/stoppos címen lehet elérni, és nagyon hálásak vagyunk Duvinak, Kiusernek, Üntinek, Majlátnak, Pixelbanditának és The Shipbuildernek, akik a bizalmukat fejezték ki felénk, valamint köszönjük mindannyiotok támogatását is, amit a felületeinken nyújtotok. Ahogy ígértük, továbbra is minden tartalom elérhető lesz mindenki számára, mivel senkit sem akarunk kényszeríteni semmire. Ezzel az összefoglaló végére értünk. Ha még nem tettétek, kövessétek rendszeresen a weboldalunkat, a StarCitizen.hu-t, és csatlakozzatok a Discord szerverünkhöz is, ahol hozzá hasonló emberek várják a Star Citizen újabb és újabb fejlesztéseit. A Discord szerver linkjét megtaláljátok a videó leírásában. Vigyázzatok magatokra, és találkozunk a Stanton rendszerben. Stinsky? Stolinsky. Good job, Stolinsky. Yes, good job, Stolinsky.